Április végétől válthatók belépők a júliusi Győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál versenyeire, de már van olyan sportág, amelynek megmérettetéseire elfogyott az összes jegy. A tornászok biztosan teltház előtt mutathatják meg tudásukat a kis olimpián. A belépők ingyenesek, de átvételükhöz regisztráció szükséges. Krisztófer is fordul ebbe az irányba, ahogy a Krisztián. Az IOF egyik sportági nagykövete a tornászmész. Részt egy a fesztivált népszerűsítő kampány fotózásán, a győri tehetség valószínűleg kiharcolja a részvételt a győri eseményre, és ha ott lesz, teltház előtt versenyezhet. Minden jegy elkelt ugyanis a szeltornászok megmérettetésére a Győrben július 23-án kezdődő és 29-ig tartó Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Itt csaknem 900 néző biztathatja majd a sportolókat a Radnóti utcai olimpiai parkban található csarnokban. Tornászaink Tatán és Budapesten készülnek a megmérettetésre, a fiúk között 5-en, a lányoknál 11-en versenyezhetnek a háromfős csapatba kerülését. Utóbbiak május 13-án, előbbiek június 3-án adnak számot tudásukról a válogatón. A fiúk mezőnyében összesen 30 ország nevezett teljes háromfős kerettel a versenyre, további három ország pedig egyetlen sportolóval indul. A lányoknál 32 nemzet indult teljes csapattal, és 6 ország küld egyéni résztvevőt. A fiúk egyéni selejtezőjét július 25-én, a lányokét július 26-án a csapatdöntők napján rendezik. Mindkét nem egyéni összetett fináléja július 27-én lesz, míg a 6 fiú és 4 lány szerdöntőben július 28-án és 29-én hirdetnek győztest. A 14. nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál nyitó ünnepségére és a sporteseményekre már április 24-től válthatók jegyek az interneten, a jegymester.hu oldalon, vagy személyesen a győri látogatóközpontban, illetve a verseny alatt a helyszíneken. A sportesemények ingyenesen látogathatók, de regisztráció szükséges. Az egyéni sportágakban külön lehet a délelőtti eseményekre és külön a délutáni döntőkre regisztrálni. A csapat sportágakban meccsenként kell belépőt foglalni. Sporthíreink végén köszönöm figyelmüket, további kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!